Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a legújabb első látásra videóban. A mai részben a Coral Island című játékot fogjuk megnézni. Itt látni is, hogy ez egy Early Access játék, tehát ugye korai hozzáférésű, még nem igazán lehet benne mindent megtalálni, de már meg lehet vásárolni, és lehet vele játszani. Ugye a Starway cég csinálja. Igazándiból ez a Coral Island, ez egy ilyen Stardew Valley másolat, továbbfejlesztés, majdhogy nem egy az egybe, tényleg körülbelül ugyanaz. Maga a játék az még ugye a 0.2-es verzió, tehát nagyon az elején jár. Igazándiból tényleg szinte egy az egybe a Stardew Valley-t veszi alapul, és azon kívül, hogy 3D-s a grafika, szinte minden ugyanaz. Elég sok options lehetőségünk van, beállítási lehetőségünk, teljes értékű joystickkal, vagyis gamepaddal is lehet játszani, ami nagyon jó. Sajnos egyelőre még nincsen benne magyar nyelv, úgyhogy ez még nem elérhető benne, lehet, hogy nem is lesz, nem tudom. De a lényeg az az, hogy angolul játszható, és már lehet vele játszani. Úgyhogy nézzük is meg, hogy körülbelül hogy néz ki így első látásra a játék. Kezdünk egy új játékot. És ugye választhatunk karaktert, hogy férfi, női, ilyen kicsit kigyúrtabb legyen. Én szerintem egy csaj karaktert fogok választani. Hát a body masszus tök mindegy, az igazándiból kb. Mehet középre, ahogy alapból van. Jó lesz így a bőrszíne. Nézzük a következőt. A szemöldök, ugye? Meg a szemek, meg stb. Igazándiból itt lehet mindenfélét állítani rajta, de szerintem itt az alapbeállítás az egészen jó, úgyhogy azzal nem lesz probléma. A hajnál is nagyon sokfajta lehetőség van, van rövidebb, hosszabb, nekem ez a hosszabb az, ami úgy nagyjából bejött, és ha már lehet választani színt, akkor választunk egy ilyen, hát ha nem is teljesen nagyon durván ilyen sötét, vagy világos vörös, de ilyen kicsit ilyen sötétebb vörös, szerintem így jó lesz. És akkor nagyjából így. Még esetleg annyit, hogy a szemét, ha már a rajszi ugye vörös hajú, akkor legyen mondjuk a szeme zöld, és akkor ugyanolyan legyen a szemöldöke is, mint a haja. A ruhát azt csak színben lehet választani, szerintem igazándiból jó neki egy ilyen szürke fekete. És akkor ugye van még a neve, az aki nézte a Tárgyúvállit, azt tudhatja, hogy ott volt egy Szeleanor és egy Karolina nevű karakterem, úgyhogy itt is Karolinával leszünk, és Karolina az farm lesz, a farmunk neve. Úgyhogy szerintem így nagyjából jól fog kinézni a karakterünk, és készen is vagyunk. És mehet, biztos, hogy ezt akarom választani, később lehet ruhát meg hajat neki változtatni. Igen, biztos, hogy ezt szeretném. És hát, ha jól emlékszem, a Stardew Valley-be buszon érkezünk, itt, ha minden igaz, hajón. Egyébként a nagy különbség a két játék között, hogy ez teljesen 3D-s, és elég szép a grafika. A Stardew Valley is jó volt, ugye ezzel a pixel grafikával, de ez már egy kicsit továbbfejlesztett. Elhagytuk Pokiót, Coral Island-en, hogy új életet kezdjünk. Ez a Pokio, ez a macskafogóból ismerős, annak, akinek ismerős, úgyhogy nem tudom, hogy miért pont ez, de mindegy, Pokio. Jó. Ugye alul írja is, hogy még fejlesztés alatt van, úgyhogy azért van még mit rajta javítani. Egyébként a színvilága nagyon jó, tehát tényleg ilyen nagyon lájtos pasztelszínek vannak, nem tudom, aki ilyen Porsával játszott, vagy My Time at Porsche, vagy a Sandrokkal. Hasonló kinézet egyébként, csak a kamera az fix, tehát nem tudjuk körbe-körbe forgatni. Egyébként ezen kívül ilyen rajzolt karakterek vannak. Itt van Connor, aki elméletileg a polgármester, és örül, hogy újra itt vagyunk. Rég volt, hogy látott, úgyhogy
nem is tudja, mikor volt látogatójuk. Hát a magyar nyelv egy picit hiányzik, de ettől függetlenül angolul is minden meg lesz benne. Reméljük, hogy Mr. Wataruval jó volt a út, vagy valami hasonló. Persze, nagyon jó volt. Azt mondja, hogy ő a legjobb hajós a környéken. Na, kicsit fáradt vagy, valószínűleg tartja, és akkor menjünk is a helyünkre, ugye, a házikónkhoz. Gyakorlatilag tényleg szinte egy az egybe, tehát itt van a kis ládikánk, mint a Stardew Valley-ben, itt a kis házikónk, még az út is ott van fölfele balra, és itt van a, hát valószínűleg ő az építész, a fizimiskájából kitalálva, Yoko, és akkor van itt mellette egy Chelsea is, vagy a Chelsea, a férje, nem tudom, mindegy. Az a lényeg, hogy ugye itt a házikót megmutatják nekünk, és át kell vennünk Dinda és Yoko, ők a helyi ácsok, úgyhogy famunkások, örülnek, hogy találkoznak velünk, stb. Stb. És akkor ugye megy itt a szöveg, hogy ez lesz majd a mi kis házikónk, elején lepukkant, meg pici, ugye egy tírja, hogy ez a mi házunk, de hát egy kicsit nincsen túl jó állapotban. Itt is vicceskednek a karakterek, mint a Stardew Valley-be. Úgyhogy ez ilyen szokásos. Nem tudom egyébként tényleg, hogy ennyire, hogy sikerült átvenni onnan a dolgokat. Remélhetőleg az történik majd, hogy a legjobb dolgokat átveszik, plusz még jobb dolgokat hozzáadnak, és nem csak arról lesz, hogy másolják egy az egyben, úgyhogy. Na, akkor most már ugye itt van a házikósok, szerencsét kívántak, stb. Stb. És akkor, ha minden igaz, akkor lassan megkapjuk a karakterünket. Igen, itt mindenki nagyon kedves, meg mindenki nagyon izé. Menjek a General Store-ba egyből, ugye mondta, hogy keressen fel. Gondolom, ott lehet venni mindenféle dolgot majd. Úgyhogy. És akkor most egy kicsit így be is zoomol, vagy megmutatja ugyanolyan területet, mint a Stardew Valley-ben, be van nőve susnyással, meg kövekkel, meg fákkal, úgyhogy majd meg szeméttel, majd meg kell csinálnom magamnak. És így kizoomol, hogy milyen nagy is ez a terület, úgyhogy jó nagy lesz, és lehet rajta mindent is csinálni. A legnagyobb probléma egyelőre a játékkal az, hogy sajnos ugye mivel korai hozzáférési, még nagyon sok minden nincsen kész benne, tehát nem akármeddig lehet elvinni, vagyis hát végig, hanem csak egy bizonyos részig, úgyhogy. És itt írja is, hogyha ugye leszedtük, betakarítottuk a növényeket, akkor dobjuk be a ládikába, és akkor majd elviszik, és akkor kapunk érte lovettát, ami Stardew Valley-ben is így működik. Jó. És akkor most kapunk egy ilyen kezdő pakkot. Van benne mindenféle kezdő felszerelés, ugye. Van benne locsolókanna, fejsze, van benne, amivel lehet kaszálgatni, meg várandom magocska. Úgyhogy, ha kell valami, akkor menjünk hozzá, és akkor tud segíteni. Üdvözöllek itthon, Karolina. Nagyon jó, köszönjük szépen. Egyébként tényleg csak azért hivatkozok annyit a Stardew Valley-re, mert szinte egy az egybe ugyanaz a játék. Hát még a kakas is ugyanúgy. És akkor egy pillantást ugye vessünk itt az interfészre. Van energiánk, van életünk, küldetések vannak. Tavasz van, az első nap, reggel, süt a nap, van pénzünk, itt az inventory, vagy az action bar. Az action bar egyébként egy picit olyan fura, mert tehát így ugye vannak ilyen masterik, amikkel talentpontok, mondjuk úgy, hogy például több, vagy gyorsabban nőnek a növények, vagy esetleg 5%-kal dupla zöldséget tudunk, vagy salátát, vagy mindenfélét harvestelni, vagy például a következő napon 10% esélye vízzel, tehát hidratált maradt a növényünk, tehát meg lesz locsolva. És akkor még van egy csomó, de ez sincsen még egyébként teljesen kidolgozva, végig lehet menni a horgászattól kezdve a harcon át
a bányászás, a gyűjtögetés, mit tudom én, tehát a állatok ugyanúgy, tehát tényleg ez is hasonló, mint a Stardew Valley-be. Az emberekkel ugyanúgy lehet találkozni, beszélni, és megbarátkozni, ajándékokat adni. Maga a térkép az egy érdekes dolog, ugye itt van maga a területünk, a mi földünk, és akkor ugye nagyon sok felfedezni való van, tehát van világító torony, mutatja, hogy ki hány, hol kik laknak, hányan laknak. Ez a szemnek a general story, ugye ide érdemes elmenni, mert ott kell majd bevásárolni növényeket, meg vetőmagot, meg mindent. És akkor ugye itt van mindenféle egyéb dolog, ahol bútoroktól kezdve ruhát lehet, klinika, szóval nagyon-nagyon sok minden fel lehet fedezni, ki hol lakik, itt van a polgármesternek a háza, iskola is van, szóval elég nagy a térkép, és ahogy nézem, még itt ez ki van szürkítve, tehát nem tudunk mindenhova elmenni, lehet, hogy föl kell később fedezni, úgyhogy még több helyre lehet majd eljutni. Az inventory az nem túl nagy, tehát van egy action barunk, meg még 5 slot a backpackben, és vannak különböző equipmentek, ruha és buffok is, amit magunkhoz tudunk venni. Ez egy kicsit átalakítom, mert én úgy szeretem, hogyha a locsoló a végén van, nem, a kaja van a végén. Ez a kapa, a fejsze, kardunk még nincsen, úgyhogy viszont van mindenféle random mag, turnip seed, vagyis ez nem is random, 4 nap alatt megnő, ugyanúgy rá van írva, mint a Stardew Valley-ben. Van itt crafting, hát lehet craftolni ugye utat, ládikát, meg egyéb dolgokat. Farminggal kapcsolatban is van ilyen komolyabb, meg dekorációt is lehet craftolni. Vannak küldetések, például, hogy 10 növényt ültessek, locsoljam meg őket, például a farmot így kell kezdeni, és van egy journalunk is, ugye, ami leírja, hogy mennyi pénzt szereztünk, mennyit játszottunk, mit adtunk el, mennyi ajándékot adtunk, stb. Itt van, hogy mit termeltünk, mit fogtunk, például bogarakat. A bogarak egy kicsit, meg a kicsit ilyen újdonság ebben. Ugye van állat, meg egyéb dolgok, és akkor miket találtunk, fosszíliákat itt is lehet gyűjtögetni, és gemeket, ez meg ilyen levelek, meg értesítések, úgyhogy hát körülbelül ennyi így első körben, és akkor ugye itt vagyunk a házikunkban, a karakterünk ugyanúgy körbe-körbe tud mozogni, van ágyikó, eléggé lepukkant a ház, később majd felújítjuk, és akkor nézzük meg, hogy például mi van itt egy levélke. Azt mondja, hogy a házadat, hogy meg tud javítani, kell hozzá 50 fát és 20 követ szedni, és hogyha megvan, akkor menj a Carpenter Store-ba, és rendeljen meg ezt a házjavítást, úgyhogy ezt föl is vesszük, ezt a küldetést, úgyhogy még egy küldetés, hogy szedni kell fát, meg követ, úgyhogy én most itt ezt is fogom tenni, és akkor utána meg majd elültetjük a zöldséget, meg a növényeket, és ugye hát ugyanúgy kell itt lepucolni a területet, mint a Stardew Valley-be, úgyhogy csapassuk neki. Ugye a 3D-s kamera, és hát ez a 3D-s kinézet, ez egyébként jó tesz a játéknak, sokan nem szerették a Stardew Valley-t a 2D-s kinézete miatt, ugye a pixel grafika miatt, lehet, hogy másoknak emiatt viszont ez be fog jönni. Na jó, van, akkor csapassuk neki, szedjük össze azt a kő mennyiséget, meg azt a fa mennyiséget. Első körben, mielőtt még sikerült volna összeszedni itt a ház upgrade-hez a dolgokat, először is érdemes szerintem egy ládikát csinálni, de az a baj, hogy tele van az inventorim, tehát tudom, hogy például kidobni, hogy lehet dolgokat, tehát egyszerűen nem tudok craftolni. Csináljuk azt, hogy például eladunk egy skrepet, és akkor már is lesz ugye hely, és akkor csinálhatunk egy ládikát, amit oda lerakunk, és akkor, hát mit tudom én, legyen itt. Jó,
És ugye ezeket a dolgokat már be is tudjuk rakni, úgyhogy folytathatjuk a anyagszedést. Itt az a baj egyébként első körben, hogy ha megfigyeljük, hogy például ütöm a nagy semmit, akkor is levonja az energiát, tehát nagyon érdemes odafigyelni. Együnk egy ilyen kajcsit, az följebb viszi, elvileg így is van. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy ha bármit is ütünk, akkor azt úgy üssük, hogy értelme legyen, és ne pazaroljuk az energiát. Megvan a alapanyag, és így és hogy menjünk a Carpenterhez. Ami nem kell anyagot, azt én innen kirakom, azt majd elültetjük. Nem, azt nem akartam. Ja, csak ennyire ráklikkelünk, és a jobb klikkel szétszedi a stack-et, és akkor idejéként itt írja is, hogy melyik egérrel, vagy melyik gomba mit csinálunk. Kicsit meg kell szokni ebből egy szempontból, hogy nagyon picit másabb, mint a Stardew Valley, és ugye azt mondta, hogy nyomjuk meg a J-t, és itt is van Visit the Carpenter. Most ha megnyomom ugye az M betűt, akkor ő mutatja, hogy itt vagyunk. És az a kérdés, hogy ki a Carpenter. Itt van. Nem lehet valamilyen GPS-t rakni? Nem. Jó, akkor megyünk fölfele. Egyébként van egy ilyen deselés benne. Ha nyomjuk a space-t, akkor így előre ugrik a karakter. És ezzel egy kicsit gyorsabban lehet haladni. Ezt érdemes is kihasználni. Azt hiszem, jó irányba jövök? Igen, igen, itt van. Jól van. Jó, bemegyünk hozzá, itt a Carpenter. Nézzük meg, hogy mit fog adni, hogy ez az első. Így is van, quest updated. Oké. Repair your house. Elméletileg megvan minden. Azt mondja, segíts magadon, vagy szolgáld ki magad. Gondolom, itt ugyanúgy lehet a házikóban nézelődni, hogy kinek milyen van. Így van. Ez veszélyesen néz ki. Dolgozik itt a kollégina. Jó. Itt most egyébként ez annyira nem egyértelmű, de elméletileg szerintem haza kell menni, és akkor meg kell javítani a házunkat. Egyébként a Stardew Valley-ben is hasonló helyen volt a Robin, ha jól emlékszem, tehát ez is kicsit hasonló. Micsoda tehenek, Jézusom. Oké, és akkor itt vagyok. Mit kell csinálni? Meg kell a házat javítani, igen. Jó, de hogy kell megjavítani a házat? Igazán, ugye nálam van minden. A kő, valahol használni kell. Gondolom nem szétvágni kell. Ez nem, ez a ládika. Ez a P betű a farm view mode, tehát meg tudjuk nézni a farmot. Ez viszont most elég érdekes, mert vagy lehet, hogy oda kell neki adnia követés a fát. Az viszont lehet. Akkor visszajönk és odaadjuk neki hátha. De mondjuk azt írja, hogy én javítsam meg, tehát nem tudom, hogy ezt hogy gondolja. Hát nem giftet akarok adni neki. Jó. Na, itt van. Jól van, végre megvan. Van kalendár, kő, akvárium, oké. Azt nem szeretnék. Ő mint Carpenter,
Itt ugyanúgy lehet kupat építeni, barnt, stable-t. Ha stable-t lehet és lehet lovat tartani, ugyanúgy, mint a Stardew Valley-be, akkor itt ez egy kicsit eléggé furcsa lesz és durva lesz. De ahogy nézem, ugyanaz, Shiloh egy az egyben. Jó, és akkor Upgrade House. Itt van, hogy a 50 fa és a 20 kő, és ugye továbbiak lesznek majd. Na nézzük. Azt mondja, hogy már is neki áll, és... Na, azt mondja, hogy édesem, itt változott a terv, mert Karolina meghozta a cuccokat. Úgyhogy már is lehet menni megjavítani Karolinnak a házikóját, ami egyelőre egy putri. Na. Nagyon laza a csáva egyébként ebben a felszerelésben, szóval ilyen egy laza ács. Hát és akkor most ugye nincsen kalapálás, meg ilyesmi, meg fűrészelés, csak megcsinálják és kész. Na, végre normálisan meg van csinálva a padló, az ablak sem törött, úgyhogy egy-két bútor, meg egy picike söprés, meg egy szőnyeg. Kedélyesen elbeszélgetünk, egy jó régi csöves tévé, szó szerint, úgyhogy nagyon jó. Hát egyelőre ennyire telik. Hát itt meddig tart a garancia? Nem, nagyon jó, jól néz ki, nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy majd idővel persze, ha lesz pénzünk, akkor ezeket mind lecseréljük. Érdekes lehet egyébként kontrollerrel irányítani, mert gyakorlatilag azzal is egészen frankon működhet szerintem. Na jó, most már elég lesz a beszélgetésből. Nem lehet elnyomni, nem. Kicsit sokáig tart. Szeretném elültetni egyébként a magukat, mert az is egy küldetés. És szerintem az a első küldetések között ugye egyből azt adta, és lehet, hogy ha elültetjük, utána kapunk érte valami plusz cuccot. Na, jó sok csatorna van, feltéve ha beindul, ott van, gondolom az időjárást lehet megnézni, ugyanúgy, ahogy a igen, weather report. Meg lehet, hogy lehet recepteket tanulni a főzéshez. Meg hát majd kell egy csomó bútor, persze, mert... Na, nagyobb lett a házikom, nagyon jó. Nézzük meg ezt a tévét, Hoftobi a Farmer, Weather Forecast, Animal Channel, jó. Egyelőre nem akarjuk, de ezeket akkor lehet. És kaptunk valamilyen, hát egy picit szebb lett, nem az a nagyon putri, claim reward. Oké, okay. Az első küldetés megvan, és akkor jöhet a következő. 10 növényt kell ültetni, és 10 növényt meg kell locsolni. Én szerintem ide az első kanyarba jó lesz az, hogyha... Ugye értelemszerűen ugyanúgy vannak a növények, meg ugyanúgy van minden, mint a... Stardew Valley-be. Valószínűleg tartom, hogy van öntözőrendszer, tehát ugyanúgy 8 dolgot lehet egyszerre öntözni, meg majd a későbbiekben még többet. Úgyhogy megvan a 8, még 2-t ide dobunk mellé. Igen, és akkor jöhet az öntözés. Ugyanúgy van egy picike csíka, hogy öntözik a növényeket. Kezdünk elfáradni, úgyhogy eszünk még egy ilyen kajcsi-majcsit, hogy legyen energiánk megcsinálni ezt. Kész a küldetés, nagyon ügyesek vagyunk, és a következő az, hogy majd le kell szedni az első növényeket. Ezt berakjuk, ezt is berakjuk, meg el kell menni Sam-nek a General Store-jába. Megtöltjük vízzel. Jó.
Ugye egyelőre nem lehet fölvenni Rewardot, mert még van további teendő, és azt nézem, hogy a General Store itt van, 5-ig van nyitva, és jelenleg 5 óra elmúlt, tehát ma már nem igazán fogunk tudni oda menni, viszont holnap reggel 9-re érdemes lesz. Ugyanúgy, mint a Stardew Valley-be, én szerintem itt is érdemes a energiánkat maximális szinten kihasználni. Tehát nem érdemes túl sok energiával lefeküdni, mert csak a kárba vész. Úgyhogy csapkodjuk itt még a dolgokat. Ugye elsősorban le kell takarítani a kertünket, és a P betűvel nagyon szépen látszik majd egyébként, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon picike részt sikerült letakarítanom. Hát mondjuk úgy, hogy hasonló az elrendezés, mert ugye ott a közepén van a tó, itt oldalt is ilyen kicsit vizes, sőt itt még lehet, hogy lesz üvegház is, vagy barlang, majd idővel, nem tudom. Tényleg annyira egy az egyben Stardew-vel, hogy hihetetlen, úgyhogy lesz még mit majd pucolgatni. Ugyanúgy gondolom vannak nagy kövek, meg nagyobb sziklák, például igen, ezt tuti, hogy ezt a hatalmas sziklát nem tudom, ugye ez mutatja is, hogy ez 4. Tehát írja, hogy nem tudom széttörni a jelenlegi felszerelésemmel. Úgyhogy arra még várni kell. És tényleg nem érdemes mellé ütni, mert olyan szinten más, tehát fogy az energia, és nem hasznosan, hogy ez hihetetlen. És itt már kezd egy kicsit besötétedni, és maga a zene is egyébként rohadt jó. Tehát a Stardew Valley-nek is hangulatos volt nagyon a zenéje, de ez is szerintem próbál olyan hatást elérni. És akkor megyünk aludni. Hát egyelőre túl sok mindent nem adtunk el, na írja ugye, hogy első nap, és Otherből kaptam 3 pénzt, vagy aranyat, vagy nem tudom mi ez, koral valutát, a scrapért, úgyhogy egy scrap az 3-at ér, és akkor mehet a következő. Gondolom ugyanúgy a kakas kukorékolni fog. Nem? Most nem. Jó. Reggel 6 óra. Sajnos ugye legalább 4 napot kell várni arra, hogy a növények megnőjenek, mert ugye 4 napig nő ez a dolog, hogy először le tudjam harvestelni, de utána menni fog folyamatosan, és itt is ugyanúgy biztos megvannak azok a trükkök és praktikák, amiket érdemes csinálni, hogy mit érdemes először, ahhoz, hogy ezt kinyissuk, kell egy speciális kulcs. Lehet, hogy a pincénk itt lesz, és itt lehet már mindenfélét, például bort meg sört csinálni. Szóval, ugye itt is megvan az, hogy mit érdemes ültetni, mit érdemes betakarítani, miből érdemes pénzt csinálni. Ezek olyan dolgok, hogy ha az ember tisztában van ezekkel, akkor az elején sokkal több pénzt tud szerezni. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes egy nagyon picit én szerintem a Wikit nézni, Wikipédiát. És ugyanúgy, ahogy a Stardew Valley-nél is, ezeket a dolgokat megtanulgatni, hogy kell például a legoptimálisabban a kertünket beültetni, mire érdemes talentpontot rakni, érdemes-e állatokat tartani, meg stb. Egyedül még annyi lehet ugye, hogy jelenleg nem tudni, hogy meddig lehet eljutni a játékban, tehát még nagyon sok frissítés fog jönni hozzá, mire kijön teljes egészében a játék, tehát ez még jóval odébb lesz. És akkor most pedig hát várjunk 9-ig, mert akkor fog kinyitni a bolt, és én most hamarabb elmegyek oda, mint hogy egyébként a növényeket le tudnám szedni. Ez az inventory-ra egyébként, nem tudom, hogy nem-e lesz valami gyors gomb, mert eléggé jó lenne. És akkor kipakoljuk a dolgainkat. Van már szénánk. Fiber az mindig kell, komposzt is jó, szap is jó, jó, kész üveget is találtam, nagyon tuti. Akkor megyünk a bolthoz, ha jól emlékszem, akkor csak itt át kell mennünk.
És ebben is ugyanúgy, hogy a Stardew Valley-ben több száz órát valószínűleg bele lehet pakolni. Itt vannak a táblák, hogy mi merre található. Na itt egy... Most vagyunk ott, igen, és akkor oda kell menni Sam-nek a General Story-ához. Szép egyébként a játéknak a grafikája, teljes egészében tetszik nekem. Itt is van ugye ilyen tábla, és akkor van kalendárium, hogy adott hónapban kinek van születésnapja, meg vannak mindenféle eventek, ahogy nézem. Mondjuk így túl sokat egyelőre nem látunk rajta. És ha minden igaz, akkor most már a bolt nyitva van, menjünk be és nézzük meg, hogy mit árulnak. Jó napot kívánok, ugye itt van a polgármester, és Sam futtatja ezt a boltot, egy csokornyakkendős úriember, ez a General Store, gondolom vetőmagot, mindent, ami a farmhoz kell, így van magokat. Picit talán sok a vicceskedő kommunikáció, de elsőre játszik vele az ember, akkor még akár tényleg vicces is lehet. Na, jól van, kaptam küldit, hogy ugye találkozzuk az összes városlakóval, itt is van egy csomó ember, akivel beszélni kell, találkozni kell. Nézzük, hogy egyébként tök jól néz ki így az elrendezés, tehát nekem tetszik ez a berendezés. Nézzük akkor a shopban, hogy mit lehet kapni. Mindenféle magok vannak, retek, krumpli, rá van írva, hogy mennyi idő alatt nő meg, cauliflower, azt nagyon szerettem a Stardew Valley-be, abból lehetett nagyon jókat savanyítani, ugye, uborkát csinálni, meg mit tudom, nagyon sok minden volt, amit ugye az ember csinált. Van fertilizer, a quality-ét növeli, ugye, itt is van, ugyanúgy, mint a Stardew Valley-be, szürke csillagos, arancsillagos, azt hiszem, meg talán a legnagyobb, tehát érdemes jobb minőségűeket csinálni, van kész kenyér, meg stb. Úgyhogy jó. És akkor volt nála még egy dolog, a bag upgrade, az 500-ba kerül, és 20 slotos lesz a táskánk, sajnos nincsen még rá pénzem, de majd mindenképpen fogunk vele foglalkozni. Ez micsoda? Archaeology. Jó. Ezek meg valami kajcsik, ahogy nézem. Igen, jó. Na, akkor menjünk haza, és egyelőre most természetesen nem tudunk mindenkivel egyszerre beszélni, viszont az energiát elköltjük, de mondjuk ha valaki szembe jön, például Éva, akkor beszélünk vele, és akkor még egy emberrel nő a listánk. Szóval elköltjük az energiát, és akkor átugrunk arra a részre, ahol megnőttek a növények, ha csak közben nem történik valami egyedi dolog, vagy küldetés a speciális. Úgyhogy nézzük akkor majd, hogy hogyan néz ki ez a növény betakarítás. Közben történt egy érdekes dolog a második napon, és így ugye lefeküdtem aludni, elfogyott az energia, és a foraging nőtt egyel, tehát ugye egy skill pontot kaptam, és plusz 3 max energy-t, és tudok most már craftolni ezt a candy tree seed-et, ami ugye egy ilyen kaja és 70-72 energiát ad, úgyhogy ez egyébként egészen jó, mert így akkor ugye tudom tölteni ugye az energiámat. Az a kérdés, hogy most ugye a Mastery-nél van egy pontom, hogy mire érdemes. Egyelőre csak a farming van, vagy ugye hát itt a foraging. Hát sprintelni gyorsabban tudok, vagy dupla itemeket szedek 5%-kal, vagy a sima fa dobhat hardwoodot, ami egyébként ugye nagyon jó, mert az egy nehezen megszerezhető dolog. Vagy hát a farmingnál ugye dupla cropsot lehet szedni. Én igazándiból arra megyek rá most először. El is raktam. Ennyi. Tehát így nem igazán. Vagy nem, ez a foraging-nél. Tehát akkor itt kell elraknom. Jó, megvan. Tehát csak itt lehet elrakni.
Hát ha szedünk, akkor duplát kapjunk, vagy sprintelés, vagy dobjon hardwoodot. Én szerintem egyébként dobjon hardwoodot, mert kelleni fog. És yes, így van. Meg is van. Köszönjük szépen. És akkor ugye kaptuk ezt az új fajtát, ami sebből és any tree seedből, tehát hogyha a magokat kell hozzá, és akkor lehet csinálni ilyen rákcsás cucc, és akkor tölt ugye energiát, mert van is egyébként, tehát 75 plusz 20 életet. És kint meg esik az eső, hogyha nem kell locsolni. És jött is egy levél, nézzük meg, hogy mi ez. Hello Karolina, Sunny és Eleanor. Menjek el hozzák a beach-ekhez. És akkor van valamilyen ajándékuk. Nekem igazándiból bele fog férni szerintem, úgyhogy el lehet majd, igen, ez a halászat meg a bogárszedés. És kicsit ilyen vizes is lett ugye itt a föld. És így ha belemegyünk, akkor tocsogunk a vízben. Egyébként tök jól néz ki minden, tehát nem kell ugye most locsolnunk. Az energiát azt elhasználhatjuk úgy, ahogy szeretnénk. Úgyhogy tovább pucoljuk a farmunkat, hogy minél szebb legyen. Aztán majd lemegyünk oda az alsó részre is. Megérkeztünk ide a beach shackhez ugye, ahova le kellett jönni a küldetés miatt. Elméletileg itt van Eleanor, ugye, egy S betű híján Selanor, úgyhogy rokon lélek, és itt van Sunny is, ő az S betű a Eleanorhoz, úgyhogy ketten kiadják. Na, hát ugye ők gondolom itt nagyon szeretnek horgászni, mivel egy szigeten vagyunk, ugye mindenki szeret, mondom meg majd kell is, és akkor valószínűleg megkapjuk itt a kezdő felszerelésünket. És még Jim is itt van, aki gondolom egy szakácsnak tűnik. Úgyhogy mindenféle halkajákat valószínűleg lehet majd csinálni. Na, van üdvözlő ajándék. Legalábbis elméletileg ugye arról beszélnek, meg bogarakat is lehet a kis lepkehálóba fogni. Nézzük meg, hogy milyen a farmer élet. Hát semmi olyasmi, mivel ne tudnék elbánni, ugye? Na. Vagy a horgászat, ugye, vagy a érdekes bogár. Befogás. Kompetitív ladybug az. Na jól van. Sok lesz a szöveg. Kérem szépen a horgász botomat, meg a múzeumnak meg lehet adakozni. Sok szerencsét, nagyon jó. És már ki is vagyok ebbudalva. Nem. Na jó, itt van egy basic horgászbot, meg egy basic ilyen dolog, amivel ugye lehet a bogarakat befogni. Most itt az a kérdés, hogy mind a horgászás, mind a bogár befogás az, igen, van sok. Kell hozzá csali. Most egyelőre nem akarok nagyon pénzt költeni rá, lehet halat is kapni, ugye sok életet meg energiát tölt, vagy ilyen grilletfist. Erre most nem akarok én pénzt és energiát költeni. És nem tudom, hogy a múzeum hol lehet, mert egyelőre nem tűnik, mintha ez itt lenne. De megnézzük, hát ha lehet csali nélkül is pecázni. Bogarat azt nem tudom, ja úgy, hogy oda kell menni, és akkor amerre nézünk, arra így sutyi elkapjuk őket. Ó, viszont itt van egy csomó minden a tengerparton, amit érde. Nézd meg itt a rák, hogy eszi a izét. Csapkodja a hogy hívják ott. Na, nézzük meg, hogy a pecázás, igen, sutty, nagyon gyorsan bedobtuk. Nincsen semmi csalink, de hát ha valaki rákap, ott egy hal megjelent, igen, megy felé, megrángatja az üreset. Jó.
ez a Stardew Valley-ben is egy érdekes dolog volt megtanulni, pecázni, ugye, hogy mindig ott a pici részen tartsuk, ahol nekünk pont jó lesz, és a halat ki lehet fogni. Ezt még vizuálisan én egyébként nem látom, hogy itt nekem pontosan meddig kéne húzni. Húzom, ja, hogy amikor ott nagyon elkezd a ha, tehát amikor ott nagyon elkezd rángatni a hal, akkor egy picit engedni kell, mert akkor elszakítja. Értem. Közben pedig lehet húzogatni, igen, így a zsinort, és akkor ó, meg is van, egy blue tenget sikerült fogni, 22,2 cm, és hogyha a tabot megnyitjuk, vagy hát most akkor így a dolgot, akkor elméletileg itt valahol kéne a halak. Na igen, itt van. Tehát itt a hal, és akkor itt mutatja, hogy van ugye sima, van bronzcsillagos, ezüstcsillagos, aranycsillagos, és az a nagyon ilyen kéklilás csillagos, az a nagyon-nagyon csillagos. Úgyhogy én kezdésnek egy szürke csillagost fogtam, de mindegy, most nem is akarok többet pecázni. A lényeg az, hogy ezt is kipróbáltuk, és működik a dolog, úgyhogy érdekes lesz, ezt az egy halat pedig bedobjuk a ládikába és el fogjuk adni. Ez is egyébként egy nagyon jó dolog a játékban, a pecázás a Stardew Valley-ben is jó volt, és ja, itt egyébként szerintem itt egyszer-kétszer, amikor így felvillant valami, akkor azok bogarak voltak, amiket el lehetett volna kapni. És tényleg nem véletlen, hogy ennyire a Stardew Valley-t emlegetem, mert tényleg egy az egybe szinte. Köszönjük szépen, még nem tudjuk, hogy mennyi az értéke, mert ugye egyelőre nem adtunk még el, viszont ezt ide bedobjuk, és a maradék energiánkat még elhasználjuk, és akkor jöhet egy alvás, és ha minden igaz, akkor most már, hát majd nem sokára be fog érni itt a dolog nekünk, és le fogjuk tudni szedni az első betakarításunkat, és akkor mehetünk majd a boltba, hát egy részét eladni, meg befejezni a küldetést, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Közben itt a következő éjszakánál ugye megint kerestünk egy kis pénzt, Fiber lett eladva 2-ért, a hal az 52-t ért, tehát egészen jó pénzt lehet hallal keresni, például egy-két halat még kifognak, és akkor meg is lehetne a ládika, vagyis a backpacknek az upgrade-je, ugye nagyobb táska lehetne, az meggondolandó, és mindenféle egyéb komposzt 3, a szemét az 1, az üveg az 10, a szep az 1, a wood az 2, a kő pedig 1, tehát összesen 72 lóvét sikerült szerezni, ami egyébként nem rossz, majdnem meg is van a táskára az upgrade-re a pénz, lehet, hogy holnap még annyit gyorsba összeszedünk, és azt be is fogjuk újítani, viszont a mai napon, ahogy nézem, kicsit fúj a szél, és ez még mindig nem nőtt meg, viszont meg kell locsolni, és szerintem a következő nap már le fogjuk tudni szedni, úgyhogy összeszedünk annyi pénzt, hogy meglegyen a táska upgrade, úgyis mennünk kell a boltba, elhasználjuk az energiát, aztán meglátjuk, reméljük a legjobbakat, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, és csapassuk az energiát, meg a horgászást, meg a egyéb dolgokat, még a takarítást. Ugyancsak eltelt egy éjszaka, és plusz egy fish skillt sikerült összeszedni, vagy fishing skillt, ugye plusz 3 max energia, és még kaptam ugye a csali receptet is, ami egyébként nagyon jó. Szedtem a tengerparton ilyen kagylót, és fogtam barakúdát és lionfish-t, ami nagyon jó pénzt hozott, úgyhogy igazándiból megéri pecázni, főleg az elején, mert másból úgysem nagyon lesz pénzünk, tehát ha elkertészkedtük az időt, vagy az energiát, akkor érdemes a pecázással is foglalkozni. Akkor nézzük meg, hogy a horgászatnál mi van. Hát ugye kevesebb, könnyebben ki tudjuk fogni 5%-kal, vagy 5%-kal dupla hal fogunk, és én erre rakok, mert az jó jön. A dupla hal, az csak dupla pénzt jelent. Nézzük meg, hogy a növények leszedhetőek-e, vagyis... Ó, atya úristen, mekkora ember, nagyon széles. Igen, jó reggelt, én vagyok Márk, akinek két akkora sepphely van az arcán, mint állat. Én vagyok az új farmer, igen. És hozott nekem valami infót. Azt mondja, a barlang, mi meglepően, mint a Stardew Valley-ben, innen, észak-nyugatra, megnyílt,
Úgyhogy lehet menni. Harcolgatni, meg bányázgatni, úgyhogy gondolom ugyanaz a séma, meg szisztéma, menni kell bányászni, meg kell ölni a ellenfeleket, és a királyt kérdezik, hogyha valami többet szeretnénk, ő meg befejezte mára, úgyhogy itt nem megy is, úgyhogy waste of time. Egy kicsit morszos a csávó, de se baj. Na, viszont le lehet szedni a zöldségeket, úgyhogy végre készen van a küldetés, és kapunk is ezért majd reméltek jó sok pénzt. Ugye ez a skill is akkor fog nőni, hogyha dolgozunk, tehát hamarabb ugye nem fog. Na itt az új recept, Spider Fur-ból lehet csinálni csalit. És akkor ugye van itt a turnip, egyelőre nem tudom, hogy mennyi a ára neki. Tölt egy kis életet, meg egy kis kaját, és van egy csillagos, a csillagosokat mindig érdemes elrakni, mert az ugye jó lehet a későbbiekben bármire, és ebből egyet viszont be fogunk dobni, hogy megnézzük, hogy mennyi az ára, amit kapunk érte, és akkor külön be lehet őket ide pattintani, és a küldetésért is fölvesszük a 100 lóvét. Jó. Közben pedig ugye nekünk azt mondták, hogy balra van ott a kavern, úgyhogy ma akkor még két dolgot meg fogunk csinálni. Az egyik az az, hogy elmegyünk a kavernhoz. Kardom még nincsen, tehát harcolni nem nagyon tudok, sajnos. Itt kell a ranchnél balra menni. Viszont még nem nyit ki a bolt 9 óráig, addig én szerintem ki is van táblázva, nagyon jó. Vagy totemezve. Addig nézzük meg ezt a kavernt. Ugye a Stardew Valley-ben is nagyon sokat járt oda az ember, lehetett jó kis felszereléseket találni, el lehetett adni jó pénzért a dolgokat, és akkor itt van egy ilyen bányarendszer, teljesen jól néz ki, egyébként szépek a textúrák, jól ki van dolgozva, egy kicsit mondjuk földrengés gyanús, és valaki biztos, valaki innen fog jönni. Ő pedig Kira, akiről volt szó. Egyébként nem tudom, az összes ilyen karakter kicsit ilyen Disney-s beütéssel rendelkezik, tehát ezek a rajzolások olyan, mintha innen-onnan, amondan összelopkodták volna az egész játékot. Ettől függetlenül egyébként nem rossz, mert ugye az ember, ha találkozik ilyen ismert dolgokkal, akkor azok úgy örömmel töltik el, tehát nem teljesen vadonatúj dolgokat lát, hanem ismerős dolgokat, akkor az úgy általában azért jól szokott elsülni, úgyhogy... Na, ő Kira, én vagyok az új farmer. Sok ugye a dolog. Jó lenne haladni. Működik a lift. Csak le kell menni majd. Mennék én, hogyha engedne, de egyelőre nem nagyon akar. Hát igen, lehet bányászni ugye mindenféle gemeket, meg egyéb dolgokat, úgyhogy nézzük meg, hogy lehet, szeretnék már indulni. Hoppá, egy kard! Nagyon jó, ezzel meg tudom magam védeni, úgyhogy enélkül azért nem igazán sikerült volna a fejszével. Mondjuk esetleg a fejszével lehet, hogy oda tudtam volna sózni. Na, küldetés, érjük el az ötös szintet, amit most értelemszerűen nem nagyon szeretnék, de itt is van ugye küldetés, és akkor átcserüljük úgy, hogy így kapa, nem így, jó. És egyébként mutat valamit, hogy nincs, tehát semmi sebzése, semmi izé, de itt van, tehát tudunk ugyanúgy csapkodni különböző irányokba, sőt védekezni is, ahogy nézem, maga elé tartja. Egyes szint, nézzük, csak lemegyünk, megnézzük, aha, így lehoz a lift, és akkor itt van mindenféle ládika, amit szét lehet csapni, lehet a köveket ütögetni, tehát aki a energiáját el akarja használni, az itt nyugodtan szedheti a követ. A kő az mindig kell építkezéshez, meg egyéb dolgokhoz, sok kell belőle,
És a szén is jó lesz, gondolom majd. Ó, bronzot is találtam. Nagyon jó. És ugyanúgy lehet a lejárat, mint a Stardew Valley-be, vagy... Tehát szétkeverni mindent, és akkor valahol lesz lejárat? Gondolom én. De később majd... Oppá, ott is van, igen. Nem írja, csak lejárat. Jó. Tehát akkor ez a kettes szint, gondolom. A hajs innen meg nem tudunk csak úgy fölmenni. Az mondjuk nem jó. De itt már van kopper. Mert hogyha itt elfogy az energia, nem, ez bronz. Jó. A bronz is biztos jó pénzt ér egyébként. De a legnagyobb baj az, hogyha elfogy az energia, akkor mi van? De a kötélen szerintem vissza lehet mászni. Mert ez egyelőre csak egy ilyen gyors check volt, ugye, hogy így van, ki lehet menni. Hogy néz ki? Jó. Tehát akkor a bánya is ugyanúgy működik körülbelül, mint a Stardew Valley-be. És akkor most nekünk az a feladatunk, mert már 9 óra elmúlt, hogy menjünk a boltba. Ő kicsoda? Ő Scott. Hát ő egy ilyen tipikus hipster srácnak tűnik. Nagyon jó. Most egyelőre beszéltünk, találkoztunk vele. Na menjünk a bolthoz, és akkor nézzük meg, hogy milyen az a upgrade. Egyébként ugye itt a küldetéseken, ha szépen végigmegyünk, akkor gyakorlatilag végigvezet minket nagyjából a játékon. Viszont egy idő után valószínűleg el fog fogyni, ugye, mivel még csak early access a játék, így nem teljes egészében elérhető minden. Tehát nem egy full játék, mint egy Stardew Valley, de ettől függetlenül biztos, hogy nagyon sokáig el lehet vele játszani. Valami történik. Hoppá, mi történik itt? Valakit nem szívesen látnak. Jaj! Ugyanaz, mint a Stardew Valley-ben a Joja, vagy hogy is hívták őket, ugye ez a nagy cég. Hát ő itt Karen. Gondolom ennek a Pufferfishnek a Starlet-tomból jött. Igen. Tehát ez a Pufferfish valószínűleg ugyanilyen mint a Stardew Valley-ben a Joja, hogy ugye ők a gonoszok, és akkor náluk lehet olcsóbban venni, igen, itt a akkor ők a olajat itt szét frecskölték a sziget körül, gondolom, és akkor... Aha, akkor ők egy ők a olajfúró tornyos vállalat. Aha, ők lesznek a gonoszok. Jó, hát egyelőre nem tudom, hogy így a történet mennyire rank, ez igen. If I may, red shirt. Na, szóval hoznának ide munkát, meg stb. Plázát, szokásos hülye szöveg. Természetesen ugye hát gondolom tönkretennék mellé a szigetet, meg a környezetet, meg a természetet, ugye, amit nagyon sokan... Jézusom, Atya úristen, Jack sem kis darab. Úgyhogy... vannak itt azért szép szál legények. Na! Akkor... ez is elindult, ugye általában ezek a dolgok így szoktak lenni, hogy mindig bejön egy-egy ilyen új szál, és akkor most már akkor ez is itt van, tudjuk. Én nem hiszem, hogy bármikor is lepaktálnák velük a Stardew Valley-be, és ugye próbáltam inkább a jó dolgokra figyelni, tehát tényleg ugye a elkerülni ezt a nagyvállalati hülyeséget, mert miért ne, tehát itt sem hiszem, hogy fogok ezzel a nagy céggel foglalkozni, vagy segíteni nekik, inkább a helyieknek, meg a természetnek értelemszerűen, de hát ugye lehet máshogy is dönteni, és akkor ugye aki úgy dönt, hiha, itt van Taco! Ki a jó fiú, és milyen aranyos kis ilyen izéja van. Kis, hogy hívják, ja, kis
mellénykéje, vagy ez a kis kötő ott a nyakán, tök jól néz ki. Aranyos. Na, találkoztunk Takóval. És akkor mennyi, itt egyébként küldetéseket még nem kapunk? Még nem, még csak kalendárium van. Na, nézzük meg azt a táska bővítést. És vannak itt sok emberek, ő gondolom a... Anna. Ővele már találkozott, nem, benne sem gondolom, hogy egy ilyen jó kis, a Good Vibes from You Mate, igen, tehát ő egy ilyen szövdeszkás, spirituális csávó. Ő Éva. Ővele már azt találkoztunk, ő kicsoda. Ő Noah. Jó, oké. Okay. Na, akkor kérem szépen Mr. Csokornyakkendő, kérem szépen az upgrade baget. Így is van, köszönöm szépen. És mindjárt a táskánkban lett plusz 5 hely. Van itt még egy csomó, és ez jól is fog jönni, mert a későbbiekben szükség lesz rá. Úgyhogy... És akkor ugyanúgy, mint szerintem a Stardew Valley-ben van kovács, meg van mindenféle... mennyi ember van. Meg van mindenféle egyéb dolog, különböző speciális helyek, stb. Úgyhogy gyakorlatilag fel lehet fedezni az egész területet még. De én szerintem első látásra így nagyjából mindenki le tudja szűrni, hogy szimpatikus neki a játék, vagy esetleg sem, vagy hogy szeretne játszani vele, vagy sem, vagy esetleg már, ha megvettétek és már játszottatok vele, van róla véleményetek, ezt esetleg leírhatjátok a kommentekbe. Kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik a játék, vagy hogy játszottatok-e vele, vagy ismeritek-e, vagy esetleg a Stardew Valley után tervezitek majd ezt a játékot megvásárolni. Minden esetre az én véleményem így első látásra az, hogy egy továbbfejlesztett Stardew Valley-vel van dolgunk, gyakorlatilag szinte egy az egyben majdhogy nem ugyanaz, és emiatt nekem nagyon tetszik, hogyha ilyen plusz jó dolgokat beleraknak még, amitől még jobb lesz a játék, akkor nem is az, hogy még jobban fog tetszeni, de még elégedettebb leszek vele, és még jobban tudnám ajánlani utána bárki másnak is. A lényeg viszont az az, hogy egyelőre ugye még korai hozzáférésű, tehát még túl sok mindent ne várjunk tőle, és emiatt egy komolyabb végjátszás nem is lehetne, én szerintem, és így is lehet váltani, tehát több, ha lehet, több action bárunk is. Szóval egy komolyabb végjátszás még egyelőre, ugye mivel nincsen készen a játék, így nem lehet, szóval mivel már megvásároltam, így a későbbiekben, ha esetleg szeretnétek belőle, és több tartalom lesz már hozzá, akkor írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek látni ebből egy ilyen végjátszást, vagy mint a Stardew Valley-ből akár streamet is, és akkor csinálunk majd belőle. Minden esetre nekem nagyon tetszik, én egyelőre elég pozitívan állok hozzá, és egyelőre semmi negatívat nem tudok mondani, ez a pár nap úgy eltelt, hogy nem nagyon találkoztam se buggal, se nem fogyott ki a játék, nem volt semmi, ami nem működött volna. Tehát igazándiból egyelőre tökéletesnek tűnik, mind hangulatilag, mind grafikailag, a zene is nagyon jó. A Stardew Valley helyét valószínűleg nem fogja átvenni senki pici szívében, mert ugye az nagyon-nagyon sok olyan emléket tartogat, vagyis hát olyan sok emléket sikerült összeszednünk vele, ami örökre megmarad, és ezt már ugye elvenni nem lehet, de megpróbálhatja a játék felülmúlni, bár szerintem azért ennyire nem fog neki sikerülni. De én amondó vagyok, hogy egy nagyon jó kis... játékkal van dolgunk, úgyhogy én mindenkinek ajánlanám, és így az első látásra sorozatban így az egyik ilyen legpozitívabb élményem ez a játék, mert egyszerűen nekem nagyon, nagyon tetszik, minden egyes része bejön, és tényleg nem tudok róla negatívat mondani, úgyhogy esetleg viszont, ha nektek van valami, ami negatív a játékkal kapcsolatban, akkor azt is írjátok le a kommenteknél, mert lehet, hogy vannak olyan bugok vagy egyéb problémák, amikben még nem futottam bele, de van a játékban, arra viszont kíváncsi lennék. Úgyhogy én viszont egyelőre a mai videót így be is fejezném, mert ennyi idő alatt szerintem sikerült annyi információt összeszedni a játékról, hogy el lehessen dönteni, hogy érdemes vagy nem érdemes vele játszani. Úgyhogy én szeretném megköszönni a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Legközelebb találkozunk, én Karesz voltam, addig is szevasztok!